A megnyitóra még csak szállingoztak a vendégek a nagy melegben, mostantól vasárnap estig látják vendégül a környék borászai azokat, akik a Neszmélyi Borvidék legfinomabb termékeit szeretnék megkóstolni. Ez a második ilyen rendezvény Tatán, a tavalyi sikerek motiválták az idei programot is. Tavalyi esztendőben Isten nyugosztalja néhai Szőlősi Mihály úr volt az, aki kitalálta és óriási energiával megszervezte, persze sokak segítségével ezt a rendezvényt, ami a Bor és Hal ünnep nevet kapta a tavalyi esztendőben, és ez annyira jól csengő cím lett, hogy a Neszmélyi Borút Egyesület, a város, a halasok úgy gondolták az idei esztendőben is, hogy van értelme ezt a rendezvényt újra kipróbálni, megrendezni. Önmagában az, hogy civil szervezetek hozták létre, és olyan gazdák, olyan termelők, akik vagy halat termelnek, vagy szőlőt és bort készítenek belőle, egy nagyon szép összefogása ez ennek a szakmai kapcsolatnak is, és a vendégvárosnak is, hiszen így aztán a finom étel mellé a finom ital is bőséggel ott van. Többek közt az Agrárkamara támogatását is élvezi a rendezvény, sokak szerint a közel 1400 hektárnyi szőlész terület méltatlanul esett ki az utóbbi években a köztudatból, annak ellenére, hogy nedűi országos szinten is versenyképesek. Ha figyeljük a magyar borvidékeknek az eddigi hírveréseit, akkor abban úgy tűnik, hogy a Neszmélyi borvidék az olyan majdnem elfelejtett borvidék, holott egyébként az ország egyik legrégebbi középkori múlttal, komoly középkori múlttal rendelkező borvidékről van szó, és hát mi itt megyeiként nyugodtan mondjuk azt, hogy szerintünk legalább a második legjobb fehérbor ezen a Neszmélyi borvidéken terem, és azért nagy ez a terület, Kesztőztől, Esztergomtól egészen Ászárig. Izgalmas, nagy terület, úgyhogy a támogatása, meg a fejlesztése, ami ráfér, az azt is eredményezheti, hogy a mi megyénknek egyrészt turisztikai, idegenforgalmi szempontból óriási előnyöket jelent, és hát nem beszélve a gazdákról. Tata a vízgazdálkodás szempontjából is kimagasló helyet foglal el, a borkostolást halételekkel is ki lehet egészíteni. A fesztivált zenei programok is kísérik.